Köszönöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jön a Rambo The Video Game című játékból egy videó. Hát gyerekek, egyszerűen ez a játék valami hihetetlen módon jó. Annyira hasonlít a filmre, mintha tényleg a filmet néznénk. Ugye, ahogy láthatjátok, ugyanúgy van, mint a filmben. Megérkeztünk a kisvárosba, találkozunk a sheriffel, és a sheriff szépen beültet minket az autójába, kivisz minket a városhatárba, és onnan meg már alakul a többi magától. Játszottam már a játékkal, ez a második pálya, az első pálya jó, igaz, egy picit fura, mivel a karakteredet nem tudod irányítani, csak lövöldözni kell benne, illetve le kell bukni a fedezékbe, el kell hajolni jobbra-balra, de amúgy a játék valami fantasztikus. Ugye itt vagyunk a rendőr kapitányságon, most fognak minket majd megborotválni, illetve meg akarnának minket, ugye meg is akarnak majd fürtetni, és akkor elméletileg, hogyha jól emlékszem, nagyon régen láttam már a Rambót, de ki fogunk szökni innen a rendőrkapitányságról, vagy legalábbis hát igazándiból megpróbálom. Srácok, a hangerő az maximálisan van, tehát igazándiból még így is nagyon halknak érzem a játékot, de megpróbálok egy picivel halkabban beszélni, hogy azért többet halljatok a játékból. Na hát akkor srácok, vágjunk is bele a játékba! Egyszerűen marha király, marha jó a játék! Ugyanaz, mintha a filmet nézném. Tényleg, mintha itt menne előttem a film és azt nézném. Bár azért Rambo nem a legjobban, ahogy kinéz, de nem baj. Na és már akkor kezdődik is, és akkor már kezdődik is a buli. Na hát Krisztiánka, dupla V! A! D! Te jó ég, te jó ég! és megvan az egyik rendőr! Gyorsan a dupla V, gyorsan a dupla V, az is nagyon szép Krisztiánka! Le kell terítenünk azt a rendőrt a földre, egy A betű! És már a fotuk is, dupla V! És már menekülünk is, és már menekülhetünk is ki a kapitányságról, D! Gyönyörű Krisztiánka, nagyon szép! Hát ahogy láthatjátok srácok, nem kell olyan hú de sok gombot nyomnunk, ahogy láthatjátok, csak a W A S D-t kell nyomogatnunk, de szerintem nagyon jó a játék! Eszméletlen módon tetszik nekem! Basszus, de nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el! Kíváncsi vagyok, hogy mikor kapjuk meg a késünket, mert azért az a kés nagyon, de nagyon kéne, hogy ott a dzsungelben majd tudjunk futkározni, hajjajjaj! Ezt éppen, hogy elkaptam ezt a duplavét. Arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy mennyi időnk van egy ilyen... Ó! Oh, megvan a késünk! Te atya úristen! És ahogy láthatjátok, mindjárt kiszökünk a rendőrkapitányságról, és utána mehetünk az erdőbe, hogy felállítgassuk a csapdákat, illetve a nyomunkban lévő rendőröket kiiktassuk. Ahogy láthatjátok, ezen a pályán egyetlen egy embert se öltem meg. 99 ezer pontot összegyűjtöttem? Nem, mert az átváltott. Na nézzük a maximális pontszámot. Ó, oh, 125 ezer pont. Na srácok, jöhet is a következő pálya, amit igazániból nem látom, hogy hol tudom. Az igen, az nagyon szép. Ugye, ahogy láthatjátok srácok, már itt is vagyunk az erdős jelenettel. Ugye most elpróbálunk menekülni a nyomunkban lévő rendőrökkel, de sajnos ez nem fog összejönni, hanem ki kell őket nyírnunk itt az erdő közepén. Na hát akkor srácok, nézzük is a videót, ahogy éppen el akarunk menekülni. Új, te jó ég, mennyi rendőr jön! És igen, és itt vagyunk a szakadéknál. Elméletileg nem sokára a helikopter is fel fog bukkanni. Igen, ahogy látható, már jön is a helikopteres, amiben lesz egy sniperes. Nagyon rég nem láttam már a filmet, de egyszerűen ezek a jelenetek annyira megmaradtak bennem, hogy hihetetlen. Na és nézzük. Itt valószínű, hogy le kell ugranunk, Rambo. Ajaj, az eléggé közel volt! Ujjjjjjj! Ezt az amatőrt, hát nem hiszem el! Figyeld, már a harmadikat lőtte félre! Ajaj, mekkora karácsonyfa! Illetve fenyőfa! Hát igen, azért az nem lehetett kellemes, hogy akkorát estünk. Aha, de talán fedezékben vagyunk és nem lát minket. De lát minket, aha. Aha, csak nem tud lőni. Csak annyira nem tud lőni, hogy hihetetlen. Hoppá, egy kődarab, egy kavics! Ki fog esni a repülőből. Helikopter, Krisztiánka, az helikopter. És már esik is. És most elméletileg meg fogjuk szerezni a sniperjét, és ugye lesz nekünk egy késünk, egy sniperünk. Hát meg bízok benne, hogy azért lesz valamilyen gépfegyverünk, amit itt a játék során kapni fogunk, vagy akár a rendőröktől, amiket el fogunk tudni venni. Mert azért itt az erdőben az kelleni fog. Aha, ott mi leugrottunk, barátom. Ott mi leugrottunk. Jaja. Teljesen ugyanolyan a játék, teljesen ugyanolyan a játék, mint hogyha most tényleg a filmet néznénk. Marha jó lett szerintem a játék.
Jó, hát az azért annyira nem olyan pörgős, hogy tényleg most csak a WASD-t kell nyomogatni, illetve fedezékből fedezékbe menni, vagyis csak egészen pontosan lebukni. Aha, ha, és már, ojjaj, és már kezdődik is W! És! Nagyon jók vagyunk eddig, Krisztiánka! Mi a tököm? Ja, hogy befordultunk, aha! Aha! Hát nem a legszebb a játék, azt kell, hogy mondjam. John Rambo. Nem is hinnék ezek a sheriffek, hogy mekkora előnyben vagyunk, ugye? Hát ez egyszerűen eszméletlen. Aha. Hát és akkor elméletileg most egyesével le fogjuk őket szépen vadászni. Legalábbis ennek kéne most következnie. És valószínű, hogy vele fogjuk kezdeni, van egy olyan érzésem. Na nézzük! Hol vagyunk? Oh! Ezt se én nyomom! Dupla mi! Atya úristen! És az első rendőr, már meg is valakit kinyírtunk a játék során! Jöhet a következő! Aha. Itt jön a következő, milyen gomb, Krisztiánka, milyen gomb? A! Oh! Te jó ég, hogy fejbe rúgtuk! Checkpoint! Szépen óvatosan! Aha, jön a következő. Lesz egy olyan érzésem, hogy ez D lesz. D! Hát... Nem. Jó, tetszik a játék meg minden, de... Ez nem egy olyan játék, hogy hú, annyira lehet élvezni, hogy most négy gombot kell a játékba összvisz nyomogatni. Most itt lesz egy A betű? Itt most lesz egy A betű, tessék! Fantasztikus, váron szúrtuk. Atya úristen, és még az oldalába is! Ó, ez nem tudom, hogy mit tett velünk, de azért ezt eléggé rendesen megöltük. Már nem lehetnek olyan sokan. Már elméletileg nem lehetnek olyan sokan. De nem soká jön a felmentő sereg. Na? Gyere! Na! Dé! Oh! Azt a jó életbe! Te atya úristen, hogy elvágtuk a torkát! Hát ez nem igaz! És ha minden igaz, már talán egy-két rendőr lehet hátra, illetve a sheriff, és utána jön mindenki, akit ki kell nyírnunk. Aha, itt meg már gombot se kellett nyomnom. Ő a sheriff. Egy gombnyomással meg tudnánk ölni a sheriffet. Aha, és menekülünk tovább. Hoppá, és már kaptunk is egy fegyvert, te jó ég! Aha. 38 öltényünk van benne, szerintem annyi bőven elég lesz itt a játék során. Hát bízok benne, hogy annyi rendőr nem fog jönni, de úristen, mennyien vannak mögöttem! Tartalékosan, Krisztiánka, a lőszerre! Aha. Fejre! Oké, egy ismételtem megvan, és már menekülhetünk is tovább. Na ugye, srácok, ilyenek a harcolós jelenetek benne, hogy le kell bukni! Utána felnézünk, most hamar betöltjük a fegyverünket. Ugye srácok, úgy kell betölteni, hogyha csak simán megnyomjuk az R betűt, akkor kevés lőszert ad bele. De viszont hogyha a perfectnél nyomassuk el, akkor 76 töltényt is adhat ebbe a fegyverbe maximálisan. És azért ezzel eléggé lehet darálni. És már megyünk is tovább. Atya úristen, menjen, itt vannak! Próbálok headshotokat lőni. Azért nem olyan egyszerű ám, amilyenre hiszitek. Eléggé bonyolultnak tűnik igazándiból. Mármint úgy értem, hogy azért nem egyszerű becélozni a fejét, hogyha, mit tudom én, velünk szemben itt van ennyi katona. Igen, mint például most. Aha, eléggé csökken az életerőm, ez nem túlságosan jó. Hoppá, nincs töltényem. Oké, az megvan. Nagyon jó, Krisztiánka, ha kiteszi a fejét, az is meg lesz. Kettőt is fejbe lőttünk.
És van egy olyan képességünk, srácok, hogy be tudjuk lassítani az időt, de most még nem fogjuk ezt elhasználni, ezt a képességet, mivel van egy olyan érzésem, hogy itt még eléggé sok rendőr fog jönni itt a játék során. Tehát azt a későbbiekben meg fogom hagyni, és ott van a bánya bejárata? Elméletileg igen, elméletileg ott van a bánya bejárata. Aha. Tisztöltény, tisztöltény. Ha már csak egy ember marad, akkor betöltöm újra a fegyvert, legalább úgy, hogy 76 töltényünk legyen menne, tehát ezt meg kell próbálnunk még egyszer. És még most sincsen meg. Na, Krisztiánka, megpróbáljuk még egyszer? Most viszont megvan. 76 töltény. Ez viszont nagyon kellett. Aha. És ott van a bánya bejárata mögöttünk. Oda kell majd befutnunk. Hogyha jól emlékszem, már pedig miért emlékeznék jól? Aha. Felej... Atya úristen, menjen, itt vannak! Nyomjunk el egy gránátot, nagyon szép is! Na ez viszont nagyon ott volt! Most viszont akár még az időt is belassíthatnánk, ugye így néz ki az időbelassítás? Gyönyörű, gyönyörű, kiszedtünk mindenkit! Az a fegyver mit repült? Gyertek csak, 44 töltényem van, annyi bőven elég! Na, na? Hú, egy picikét sokan jönnek így első ránézése, de nem számít, simán kiszedjük őket. Atya úristen, menjen, itt vannak! Na most kéne az a gránát, most kéne az a gránát, azt kell, hogy mondjam. Most még egyszer újra tározzuk a fegyvert, hogy 76 töltényünk legyen benne, ez meg is van, és utána nyomatunk egy időbelassítást. Nem rossz, nem rossz. Aha. És akkor, ne, ne, jön az RPG, jön az RPG! De menekültünk, hál' Istennek, a bányába. Na de srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket, ne haragudjatok, hogy ez ilyen rövidre sikerült. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!